Több mint 196 ezer vendégéjszakát jegyeztek 2016-ban a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatók Nyíregyházán. Az elmúlt években folyamatosan bővül a megyeszékhelyre látogatók száma, beleértve az egyre több külföldről érkező turistát is. Az idén megépülő négycsillagos szálloda tovább növelheti az idegenforgalmat, illetve a városmarketingnek köszönhetően a térség turisztikai attrakcióit kiajánlják Lengyelországba, Szlovákiába, Romániába és Ukrajnába is. Az Utazó magazin idén is Nyíregyházát választotta az év városává, a szakmai zsűri és a közönség véleménye alapján harmadik alkalommal a megyeszékhely kapta meg a díjat, és tagja lett a turisztikai világszervezetnek is, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Az, hogy az MVTO-ba, a világ legrangosabb, legnagyobb turisztikai szervezetébe felvételt nyertünk, ez tulajdonképpen tovább nyitja számunkra a világot, és olyan lehetőséget jelent, ahol új kapcsolatokra, új tapasztalatokra tehetünk szert, és azt gondoljuk, hogy nem utolsó sorban a város marketing szempontból, a város promóciója szempontjából is előrébb lépünk majd. A turizmus fejlesztéséért tett elmúlt 7 év megalapozza ezt a szakmai elismerést, emelte ki Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón, aki hangsúlyozta, a turisztikai világszervezetbe Magyarországról elsőként került be Nyíregyháza. Nem csak a város, hanem a térség gazdaságát is fejlesztik az elmúlt években elindult és a jövőben tervezett idegenforgalmi beruházások. Június végén átadják a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárutat, és hamarosan egy négycsillagos szálloda felépülhet Sóstón. Az állatkertben lesznek nagyon komoly fejlesztések, a Pangá Ökocentrum építése lezárult a kivitelezési tender, közbeszerzési eljárás, tehát remélem heteken belül az is megindul az az építkezés, az a tervünk, hogy a következő évi főszezonra el is készüljön a hotellel együtt. Ezen kívül a látogatócentrumot építünk, ezt már csak a főszezon után váratlan szeptemberben kezdjük az állatkertbe, de sok más egyéb projekt is van, ami ott készül, illetve van egy 1 milliárd forintos pályázatunk, ami a gyógyhelyre, Sóstónak a közterületének a szépítésére vonatkozik. Családbarát turizmus, egészség és gyógyturizmus témakörökben szakmai tapasztalatokkal is szolgálhat Nyíregyháza a turisztikai világszervezetben, hangzott el a sajtótájékoztatón.